A kistenegi festőkör tagjai több kiállítást is tartottak a tavalyi évben. Az erről készült összefoglalónkat láthatják. A 2022-es évben a kistenegi festőkör tagjainak kiállítás sorozata elindult. Voltak olyan tagok, akik egyedül, de sokan közösen állították ki munkáikat a Klebersberg Művelődési Központban. A kiállítók között szerepelt Hódi Katalin, Szombathelyi Árpád, Varga Anikó, Borbolán és Kultéti Ilona, Dakónévas Ágnes, Kovácsné Dakó Mária, Molnár István, Szabó Ildikó, Dr. Pálinkás Pál és Török György József. Ezen felül többen is közreműködtek a megnyitón zenével, verssel, tánccal.
Thank you.
2022-es gimnáziumi, általános iskolai és óvodai ballagások összefoglalóját tekinthetik meg a következőkben. 2022-ben is elballagtak az óvodások, az általános iskolások és a gimnázium diákjai. Februárban az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum diákjai szallagtűző ünnepsége zajlott, ahol zene és táncos műsorral készültek a végzősök. Majd májusban a Szivárvány és a Hét Színvirág óvoda nagycsoportosai búcsúztak el az óvodáiktól, és a gimnázium is megtartotta a ballagási ünnepségét. Szivárvány, Szivárvány, mi vár ránk a túloldalán? Szivárvány, ragyog felettünk eső után. Az első szín ott fent a piros, szomorkodni most már tilos. Narancs, sárga a második, gyümölcse édes egy fán lakik. Szivárvány, szivárvány, mi vár ránk a túloldalán? Szivárvány, szivárvány, sárga, színaranymező karásza, tavasszal minden csodazöld, ünneplőt vesz fel a föld. Szivárvány, szivárvány, mi vár ránk a túloldalán? Szivárvány, szivárvány, ragyog felettünk eső után. Szik már az ibolya kék. Szivárvány, szivárvány, mi vár ránk a túloldalán? Szivárvány, szivárvány, ragyog felettünk eső után. Szivárvány, szivárvány, mi vár ránk.
Júniusban végül a Kistelki Általános Iskola 8-osai pedig egy bankett keretein belül készültek tanáraiknak műsorral. Majd június 18-án megtartották az ünnepélyes ballagást. A 2022-ben ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját a Kistelki Kertész és Kertbarátkör. Takó Sándorral beszélgettünk. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok én is még egyszer mindenkinek. Szeretettel köszöntöm a Kistelki Kertész és Kertbarátkör minden tagját. Ezen a szép téli estén, de hát pont a kertészeknek nem kell magyaráznom, hogy miért is jó, ha esik az eső. Külön tisztelettel köszöntöm Takó Sándor elnök urat és a meghívott vendégeket.
ahogy polgármesterről szoktam mondani, Isten hozta magukat kisteleken. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fogják érezni magukat, nagyon jó kezekben vannak, biztos szuper ellátásban fognak részesülni. Rövid leszek, mert látom, hogy már várnak rám, de azért két rövid dolgot szeretnék elmondani maguknak. Az egyik az pont a Sanyihoz kapcsolódóan a fiatalok bevonására vonatkozik. Az körülbelül egy hónappal ezelőtt az önkormányzat Nagy Sándor polgármester úr kezdeményezésével létrehozott egy civil összefogás fórumot. Ennek az a lényege, hogy a kisteleki egyesületeket, alapítványokat, kertbarátköröket körülbelül 2-3 havonta szeretnénk, ha összeülnének egymással, összeülnék az önkormányzattal, és egymásnak bemutatkoznánk, megismernénk egymás tagságát, programjait, rendezvényeit, és ezeket közösen alakítanánk ki ezután, mind az önkormányzat, mind a város, mind pedig az egyesületeknek az előnyére. De természetesen a kertbarátok kezdve mindig is élen jártak, mert nem nagyon volt olyan kisteleki rendezvény, ahol rengeteget ne dolgoztak volna. Úgyhogy náluk inkább az a cél, hogy ezt a jó gyakorlatot átadják másoknak, átadják a fiataloknak, amiért előre is nagy köszönettel tartozunk. A másik dolog, ha már az emléklapoknál tartunk, szülőnapra jöttünk, és hát születésnapot nem illik ajándék nélkül érkezni. Ezért magam, polgármester úr, és hát az önkormányzat nevében én is szeretnék egy kicsit nagyobb oklevelet átadni, és felolvasom, és onnantól már is kell tudni beszélnem szerintem. Nagy Sándor Kistelekváros polgármestere és Domonics János Kistelekváros alpolgármestere által adományozott születésnapi tanúsítvány a Kisteleki Kertész és Kertbarátkör születésének 45. évfordulója alkalmából, melyel alkalmat kerítünk, irántuk tanúsított köszönetünk. A kertbarátok mindig jó vendéglátói voltak az ország valamennyi hozzánk látogató szakmai szervezeteinek, ápolva ezzel városunk jó hírnevét. Adjon a Jóisten nekik és valamennyi ide látogatónak áldást, békességet és jó egészséget. Kérjük a Jóistent, vigyázzon valamennyiükre sokáig, és sok számos esztendőben legyen alkalmuk még egymást segíteni. Köszönjük szépen a városértett munkátokat, Sanyi. Remélem ezt jó helyre teszitek és büszkék lesztek rá. És hát én is szeretnék még mindannyiuknak kellemes karácsonyi és boldog új évet kívánni, a ma estéhez pedig jó szórakozást kívánok. 45 éves a Kisteleki Kertész és Kertbarátkör. Ennek apropóján a vendégünk Takó Sándor, a Kertbarátkör elnöke. Köszöntöm Önt. Beszéljünk először is arról, hogy hogyan is indult ez annó 45 évvel ezelőtt. Hát ha a Kisteleki Kertbarátkört nézzük, az 1977-ben alakult. A följegyzések, amik vannak, legalábbis ami nekem megvan, az január 5-ét ír. Ha az egészet nézzük, az egész országos kertbarátkört, az olyan 1916-ra visszamenőleg van. Akkor már Diózsiőr körül már voltak a lényegében a kertbarát. Az a lényege, akkor még kertek voltak abban az időben. És utána alakult 1970-ben, már egyre több kertbarátkör volt az országban, és akkor fogták össze a kertbarátokat, a rövidítése KKÖS, tehát a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége fogta össze. Ennek ugye a székhelye Budapest, és akkor alakult a Kisteleki Kertbarátkör is. Én 2007 körül vettem át a kertbarátkört, akkor Völgyesi József a betegsége véget, és előtte titkár voltam, és onnantól vezetem ezt a kis társaságot. Előtte a kertészek, vagyis a kertbarátok, azoknak egész más volt a feladatuk, mint ami most van. Jobban ráértek kirándulni, jobban voltak ezek a szakmai előadások nekik, kimentek a kiskertekbe, metszési bemutatók voltak, szöllő, alma, barac bemutatók voltak, ami már most jelenleg nem nagyon van, mert teljesen átváltozott a mezőgazdaságnak a jellege. Ugye most volt a 45. születésnap, amit Ön is említett, hogyan is sikerült ez? Ugye ott ilyen díjakat is átadtak ezen az ünnepségen. Hát emléklapokat adtunk át, és
Hát minden tag kapott, hát ugye nálunk sok a férj és feleség, ugye ezek egy emléklapot kaptak. Minden családtagnak mindig más a feladata. Ha valaki ráér most, az nem biztos, hogy következőleg is ráér, de így váltják egymást. Tehát nem akartam senkit se kiemelni, hogy most valaki most külön díjat kap, vagy mindenki megkap. Mindenki hozzáteszi azt a maga kis pluszát, amit abba az időszakban, amit ha valamit is rendezünk, hogy segítsen nekünk. Teljesen mindegy, hogy erővel, vagy bármilyen gyümölcsel, vagy valami zöldségfélével, úgyhogy mindenki hozzájárul. Nagyon sokat köszönhetek a lányoknak is, a fiúknak is, mert tényleg maximálisan oda teszik magukat. Ez a 45 évet muszáj volt megünnepelnünk, mert mindig azt mondom, hogy azért 5 évenként azért. 40 éves korunkban, amikor 45 betöltöttük, akkor ültettünk itt a Szent István téren egy tölgyfát. Most nem akartunk ültetni, egy az időjárás miatt is, hogy azért elhúzódott. Ez egy nagyon lassan növő fa, de vannak neki gyökerei. És ez, ha egyszer legyökeredzik, akkor nagyon, nagyon sokáig meg lesz. Én remélem, hogy ilyen lesz a kertbarátkör is. Annak idején megfogadtuk, hogy szeretnénk majd valamikor az ágaira egy bográcsot felakasztani. De amilyen lassan nő ez a fa, az még arra várni kell. Úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk más szervezeteket is bevonni, más köröket is. És akkor így gondoltuk, hogy meghívjuk a városvédőket is, meg meghívjuk a motorosokat és a veterán motorosokat is. Hál' Istennek elfogadták a meghívásunkat, és ők is jelen voltak a rendezvényen. Úgy gondolom, hogy jól érezték magukat, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egyleg sikeres volt ez a kis bulink. Itt szeretném megköszönni az önkormányzatnak azt a támogatást, amit nagyon sokan, én szerintem még a tagjaink közül se, hogy mondjam, hogy nem értékelik azt, hogy megkaptuk ezt a rendezvényházunkat a Rákóczi utcai iskolánál, és 3-4 éve vagyunk ott. És mi nem kapunk az önkormányzattól, nem is kérünk pénzt, ilyen pénzbeli támogatás sehonnan. Mi a tagdíjunkból élünk, ami éves tagdíjunk 2500 forint per fő, tehát bárkit szívesen látunk, befizeti az éves tagdíjat. Ha van egy cserépvirág földje, az is már nekünk nagyon elég. És ezért köszönjük az önkormányzatnak is, hogy az a lehetőségünk van ott. Fogadunk vendégeket is, nagyon sok helyről jöttek már vendégek, Egertől, Miskolctól kezdve, minden is csodálkoznak rajta, hogy ilyen rendezvényházunk van. Nem szeretnénk kisajátítani teljesen magunknak. Mi várunk más szervezeteket, más egyesületeket is, hogy természetesen úgy odaadjuk, vagy kölcsönadjuk, hogy ott ugyanúgy vigyáznak mindenre, mint ahogy mi is vigyázunk erre a rendezvényházra. És ezért mondom, hogy szeretnénk vagyis megköszönni az önkormányzatnak, hogy ez a lehetőségünk, és én továbbra is számítok erre az iskola helyiségre, erre az alsó szintre, mert úgy gondolom, hogy ez a kis társaság megérdemli ezt a lehetőséget. Mik a tervek talán így a 45 év után? Ugye önöket elég sok rendezvényen is szoktuk látni, a gasztrón is például, ahol főznek, vagy most majd az utolsó negyedik adventen is. Mik a tervek? Januárban szoktunk mindig egy évzárót rendezni, amin visszatekintünk, elmondjuk a problémáinkat, elmondjuk, hogy miket miért lehet le még továbbfejlődni, esetleg megcsinálni. Hát nem tudom majd a január, mert mondtam, hogy ez a Mikulás és a januári rendezvényt, ezt most összevontuk. De már most hallom, hogy azért csak jó volna, amikor csak mi vagyunk magunk. Mert ugye azért csak másképp beszél az ember, problémák is azért csak vannak, és akkor ezeket megbeszélnék. Tehát januárban lenne egy évzáró foglalkozás, és akkor fogadjuk el a jövő évet is. Ugye a legelső rendezvényünk, ami szokott lenni, ugye ez az évzáró, és akkor utána jönnek sorba nőnap, május 1-e, és utána megbeszéljük esetleg a kirándulásokat, hogy minden évben megyünk más kertbarátokhoz. Minden évben el szoktunk menni Makóra,
ki mit főz, ez egy, a Maros partján lent van, minden évben, amit visz az a kerbarátkör, akit meghívnak, az főzi, és azt kóstoltatja, vagy ugyanúgy a többi is. Szentesen szokott lenni a Lecsó Fesztivál, azon is ott vagyunk mindig, el szoktunk menni Békés Csabára, Kolbász Fesztiválra, közben még januárban szokott lenni fönt a BMW, vagyis a Hung Expo most, oda is el szoktunk látogatni, Vásárhelyre az állatkiállítás, és évközben szokott olyan nagyobb program lenni, ahol esetleg elmegyünk egy egész napos kirándulásra. Most már az utóbbi időben nem nagyon volt olyan, hogy ott is aludjunk valahol, mert ugye vannak idősebbek is, és akkor meg az árak is elszabadultak, úgyhogy inkább ilyen egynapos kirándulások szoktak lenni. Ugyanúgy ott vagyunk a gasztron, ott vagyunk 20-án, úgyhogy még a terv, ami nem csak terv, hanem ez folyamatos, hogy mindenféleképp a fiatalokat meg kell szólítani, mindenféleképp. Nem tudom, még ezt nem jártuk körbe, hogy az iskolának van-e gyakorlókertje, vagy van-e ilyen irányú valami, ami a mezőgazdasággal foglalkozna. Hogy a fiatalokat vagy óra keretén belül, vagy azon kívül elvinni kertekbe, amit a kertészeknél van, vagy esetleg üvegházba, vagy nagyobb fóliákba, hogy hát onnan is tanulnának valamit. Hogy vagy megszeretik azt, főleg, hogyha már a felső tagozatosok közül van, vagy azt mondja, hogy én életemben nem akarok ide jönni. És akkor legalább jobban tanul, vagy tudja azt, hogy még kéne jobban tanulni neki, hogy könnyebben boduljon. Nemzetközi karate bajnokságot tartottak 2022-ben a Városi Sportcsarnokban. A rendezvényen stábunk is részt vett.
I got here last night, so I didn't have much time to do things, but you know, very beautiful city and town and village. Really nice weather, so I like Hungary. Today's, I believe, first time Siang Koso organized international championship, and 13 countries participated. So it's very hard to organize, but in general, it went very well. Yeah, next year, November 2023, our organization going to have a World Open Karate Championship in Tokyo, November. So hopefully Hungarian fighters, you know, train very hard, and then we'll do the great job in Tokyo next year.
nagyon nehéz nap volt, nagyon sok versenyző jött el külföldről, 13 nemzet vett részt rajta, és eredményes volt a magyar csapatnak, ezért elégedett vagyok, és úgy érzem, hogy a külföldieknek is egy pozitív élménnyel zárult. Ugyanis itt a lehetőség, hogy önök rendezzék egyébként ezt a rendezvényt. Engedélyt kell kérnünk a Világszövetségtől, és hát ez egy hosszú folyamat, hogy az ember sokáig ott van a versenyeken, megismerik, és akkor megbíznak benne, hogy meg tud rendezni egy ilyet, és amikor így adódott a lehetőség, hogy szeretnénk, kértünk engedélyt, és bizalmat szavaztak nekünk a Világszövetségből. 13 országból érkeztek erre a versenyre. Milyen érzés volt látni, hogy ennyien érkeztek ide? Nagyon jó volt. Alapvetően úgy éreztem, hogy ha egy 150-200 versenyző eljön, akkor ugye a Covid után elégedett leszek, és több mint 220 regisztráció érkezett, szóval túl teljesítettük egy kicsit.